Teleki László Alapítvány és a Magyar Építőművészek Szövetsége Élhető Örökség című kiállítása nyílt a Petőfi Művelődési Központban. Azt gondolom, hogy az emlékek, amik itt ezeken a képeken megjelennek, nagyon sok ember lelkébe tényleg melegséget áraszt. Beszéljünk egy kicsit a kiállítás előzményeiről, aminek a címe Élhető Örökség. Én azt hiszem, hogy ezt a fajta melegséget azért érezzük mindannyian belülről és magunkénak, mert nagyapáink, nagyanyáink valószínűleg ilyen otthonokba, ilyen házakba, szülői házakba éltek, nevelkedtek, és hát mi is még az a korosztály vagyunk, akik ezt személyesen is ismerhettük és átélhettük. Csodálatosan gazdag a magyar népi építészet, és azt hiszem, hogy erre igazán joggal lehetünk büszkék mindannyian. Éppen ezért a magyar kormány négy évvel ezelőtt elhatározta, hogy különös figyelmet fordít a hagyományos népi építészeti múltunkra, építészet történeti emlékeinkre, hiszen valljuk meg őszintén, hogy talán ez a legsérülékenyebb épített örökségünk. Ezek az épületek sokszor vályokból épültek, sokszor náttetősek, sokszor teljesen természetes építőanyagból építkeztek, ami egyébként a mai korszerű környezettudatos építészet szempontjából egy hihetetlen érték és előny, hiszen ezek az épületek a funkciójukat vesztve tulajdonképpen visszabomlanak a természetbe. De mi nagyon-nagyon sajnálnánk, hogyha ezeknek a csodálatos népi épületeknek ez lenne a sorsa, ez lenne a jövője, és hál' Istennek ezt a szándékunkat a magyar kormány felkarolta, és először a Lechner Tudás Központ, utána pedig 2019 óta a Teleki László Alapítvány lebonyolításában támogatást nyújt ezeknek a parasztházaknak, népi épületeknek, a tájházaknak a megóvására. Jelenem szerint Magyarország különböző pontjain készültek ezek a fényképfelvételek, és tényleg, úgy ahogy itt említette is, tájházak, népi, tényleg olyan épületek, amelyek jelenleg is funkciójukat tekintve még használatosak is. Nagyon sok olyan dolog van, ami annyira természetközeli, meg annyira élményközeli mindenkinek, hogy említette is ugye nagyapáink, nagyanyáink korában, hogy szinte itt életre kelnek ezek a képek. Valóban, és hál' Istennek nem csak a képek, hanem maguk az épületek is. Hiszen a Teleki László Népi Építészeti Örökség program keretében a magyar kormány támogatást nyújt ezeknek az épületeknek a felújítására. Pályázni lehet, és itt konkrétan kivitelezési munkákra, felújítási munkákra, korszerűsítési munkákra, állagmegóvási munkákra. Nem csekély összeggel támogatja egy-egy falusi parasztház porta megújítását, hiszen a maximálisan elnyerhető támogatási összeg az 20 millió forint, ami egy-egy ilyen épület esetében hát csodákra képes. És én azt hiszem, hogy itt a falakon, a képeken ezt a csodát, ezt a megújult értékmentést élhetjük át mindannyian. Az első időkben védett országos műemlék épületek pályáztak, vagy helyi védettséggel ellátott épületek. Aztán kibővítettük ennek a pályázati lehetőségnek a formáját konkrétan a tájházak esetében, hiszen a magyarországi tájházak a népi örökség igen tetemes százalékát, 15%-át teszik ki, és bizony-bizony azokra is ráfér a korszerűsítés, az állagmegóvás, a jó gazda gondosságával a felújítás. És miután ez most már 3-4 éve zajlik, ez a támogatási program, és úgy nagyságrendileg évi 1 milliárd forintnyi összegről beszélünk, amellyel ezek az épületek hát sikeresen megújultak, úgyhogy ez alatt a 3-4 év alatt most már eredményeket is tudunk felmutatni, nem kis büszkeséggel, és ezeket a megújult parasztházakat, népi épületeket fotóztuk körbe, és a megújult formában hoztunk most egy kis ízelítőt ide Bicskére, hogy itt is hírét adjuk ennek a nagyon sikeres, nagyon tartalmas, hasznos örökségvédelmi programnak.
A tárlat bemutatja a népi építészeti programot és annak eddigi eredményeit. A kiállításon köszöntő beszédet mondott Krizsán András, Ibl-díjas építész, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke.